2015-ben is nagyszabású programsorozattal készül az ESZI. Egy sajtótájékoztatón jelentette be kedden az intézmény igazgatója Panker Mihály. A tervek szerint a sport továbbra is szerepet kap a szépkorúak életében. Márciusban például spinning tanfolyamot szervez a létesítmény, de más a fizikai és szellemi aktivitás megőrzését szolgáló programok is várnak az idősekre. Egy nagyon hosszú előkészítés előzte meg a 2015-ös év programjának az összeállítását is, amiben egyrészt szerepelt a meglévő partnerekkel való kapcsolat újra felvétele vagy tovább erősítése, szerepelt az idős emberekkel egy beszélgetés, egy érdeklődési kör fölmérés, illetve megnéztük azokat a programokat, amik az elmúlt években sikeresek voltak és pozitív visszhangot kaptak. A Mobilisszel régóta kapcsolatot ápol az ESZI. Az együttműködést idén is folytatják a partnerek. A tavalyi év, amikor a Egyesített Egészségügyi Szociális Intézménnyel együttműködtünk, már megmutatta azt, hogy igenis van létjogosultsága annak, hogy dolgokat rendszeresen csináljunk. Olyan körrel dolgozzunk együtt, akik nem csak egy alkalommal véletlenül szeretnének beleszagolni valamiben, hanem vágynak arra, hogy elmélyüljenek és egyre több mindent csináljanak. Úgyhogy amikor az idei programtervet kialakítottuk, akkor azon is gondolkodtunk, hogy legyen ez a folytonosság is meg, tudjunk arra a bázisra alapozni, akik kvázi ezeken a programokon keresztül már hozzánk szoktak, vagy hozzánk szoknak. De amikor egy ilyen programot tervezünk, akkor próbáljuk meg azt is megtalálni, hogy hogyan lehet ezt kibővíteni. Ezért a Mobilis Fedezzük fel együtt a barkácsolás címmel 6 alkalmas tudományos szakkört indít, melynek egyfajta lezárása lesz az ESZI által szervezett országos találkozó. Április 10-től aztán Múlt és jövő tudói címmel interaktív panelbeszélgetésekre invitálja az érdeklődőket a kiállítási központ, sőt egy a tárgykészítéshez kapcsolódó pályázatot is hirdetnek az intézmények jármű alkotás elnevezéssel. Az ESZI az önkéntességre is kiemelt figyelmet fordít 2015-ben. Minden egyes tevékenységfajtának helye van, hiszen az is nagyon jó, hogyha valaki rendszerességgel tud felvállalni tevékenységet, de az is ugyanilyen jó, hogyha egy-egy rendezvényhez, programhoz kötődően csak egy pici dologba tud segíteni. És én azt is fontosnak tartom és hangsúlyozom, hogy ugyanilyen jelentőség az is, amikor figyelmemmel vagyunk egymásra, az odafigyelés, hogy észreveszünk helyzeteket, amiben lehet, hogy nem mi segítünk, de tudunk jelzést tenni, hogy ki az, aki professzionális segítséget tud nyújtani, és valóban akár életmentő is lehet. Kedden a farsangi mulatsággal hivatalosan is kezdetét vette az idei programsorozat. A találkozót az ESZI a Napsugaras Őszutó Idősekért Alapítvánnyal közösen szervezte, az úgynevezett Légy a klubtagunk mini projekt folytatásaként.